kapcsolható, hogy legyen átlátható, világos, ne lehessen visszaélni vele. Én kívánom azt, hogy a módosító indítványainkat támogassák, és hogy mindezt a célt, amelyet kitűztek, az pedig teljesüljön a magyar sport érdekében. Köszönöm szépen! Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés! Kérdezem, a napi rendhez kíván-e valamelyik képviselőtársunk hozzászólni? Jelentkezőt nem látok. Tisztelt országgyűlés, megadom a szót Bánki Erik képviselő úrnak, a bizottság elnökének, aki válaszolni kíván a vitában elhangzottakra. Öné a szó, képviselő úr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, államtitkár úr. A hozzászólások száma és tartalma is azt mutatja, hogy valóban egy rendkívül komoly, mondhatnám azt is, hogy a sportfinanszírozásban áttörés jelentő törvényjavaslat fekszik a tisztelt ház előtt. Előterjesztőként mindenképpen szerettem volna összefoglalni az itt elhangzottakat, és választ adni néhány olyan kérdésre, amely ilyet képviselőtársaim felvetettek, annak kapcsán is, hogy majd később nyilván a részletes vitában a benyújtott módosító javaslatok során, megismerve azoknak tartalmát, részletesen mindegyikre tudunk előterjesztőként reagálni. Először engedjék meg, hogy Varga László képviselőtársam felvetéseire reagáljak, amelyeket nagyjából a bizottsági ülésen már átvettünk, de azért nem árt a pontosítás ezen a téren. A képviselő úr úgy fogalmazott, hogy kudarc az élsport számára, a profi csapatok számára ez a mostani törvényjavaslat, hiszen az előző törvényjavaslatban jóval nagyobb támogatási intenzitás és jóval szélesebb támogatható kör szerepelt. Ez valóban így van, képviselő úr, hiszen a törvényjavaslat alapvető célja a sportgazdaság megteremtése volt, és az ma is. Meggyőződésem, hogy mostani formájában ez az előterjesztés is alkalmas arra, hogy az elmúlt 20 évben elmaradt hiányosságot pótolja, és a közép-európai országokhoz hasonlóan végre Magyarországon is létrejöjjön a sportgazdaság, ami azt jelenti, hogy olyan transzparens költségvetéssel rendelkező sportegyesületek és alapítványok lesznek a sportpiacon, amelyek legális szerződéseket kötnek a játékosaikkal, amelyeknek nincsenek köztartozásai, amelyeknek kiszámítható, több évre prognosztizálható gazdálkodása van, és amely egyesületek, klubok, gazdasági társaságok és alapítványok képesek arra, hogy szponzori pénzeket gyűjtsenek. Ugyanis annak, hogy ma kevés szponzor van a piacon, csak részben a gazdasági válság az oka. Ennél sokkal komolyabb oka az, hogy a nagy cégek eddig nem fordultak a csapatsportágak felé, az, hogy nincsenek rendezett viszonyok. Egyetlen nagy cég se kockáztathatja a saját imidzsét, azt a brandet, amit hosszú évtizedek során felépített, azzal, hogy egy olyan egyesületnek, klubnak vagy gazdasági társaságnak ad támogatást, amely aztán csődbe megy, amelynek botrányos színlelt szerződései vannak, amely köztartozásokat halmoz fel. Tehát a sajtó arról harsog, hogy ezek a klubok, ezek milyen tisztátalan eszközökkel gazdálkodnak. Nos, addig, amíg ez így van, addig felejtsük el, hogy piaci alapon szponzorok fognak beáramlani a rendszerbe. Tehát azt gondolom, hogy ezt a célt ez az új törvényjavaslat is szolgálhatja. Itt kapcsolódnék Pál Béla képviselőtársam felvetéséhez, aki azt kérdezte, hogy vajon miért nem előzetesen egyeztettük az Unióval azokat az elemeket, amelyeket a törvényjavaslat tartalmazott, és aztán gyártottunk volna egy törvényt. Azt gondolom, képviselőtársam, hogy még a mai napig nem lenne eredménye ennek a folyamatnak, hiszen az Unió nem látja azt, hogy van egy karakán tárgyaló partnere, aki meg is hozta már azt a parlamenti döntést, törvényt alkotott arról a támogatási rendszerről, amelyet egyébként elsőként vezet be az Unióban, akkor nem lehetett volna ilyen rekordidő alatt, 7 hónap alatt lezárni ezeket a tárgyalási folyamatokat. Mert a 7 hónap ugyan hosszúnak tűnhet, de aki az európai bürokráciát egy kicsit is ismeri, az tudja, hogy ez tényleg villámsebességnek számít, hiszen ott 3-5, sőt 10 év is teljesen normális egyeztetési folyamat végeredményeként lezáruló tárgyalási időtartamot jelenthet. Tehát én ezt államtitkár úrnak szeretném itt a tisztelt ház falai között is megköszönni, hiszen a kollégái rengeteget dolgoztak azon,
hogy egy ilyen sikeres, eredményes tárgyalás folyik, és végre újra van egy olyan kormánya Magyarországnak, aki oda mer állni az unió elé, és karakán módon képviselni és védeni a saját álláspontját. Hiszen azt ne felejtsék el, tisztelt képviselőtársaim, hogy az eredeti törvényjavaslathoz képest a most benyújtott javaslat 90%-át az Európai Bizottság elfogadta. Mindösszesen a támogatási címeknek 10%-a az, még azt se éri el, 10%-a az legfeljebb, amelyet vitat az unió. És itt Szilágyi képviselőtársam ugye felvetette, hogy csak falból írtuk be azt, hogy ez valaha érvénybe léphet a profi kluboknak a létesítményfejlesztési támogatása. Nem, képviselő úr, én komolyan gondolom azt, és hiszem, és államtitkár úr tájékoztatása alapján igen jó esélyt látok arra, hogy 60 napon belül, amikor a hivatalos eljárási procedúra lezárul az Európai Bizottságban, ahol a két fennmaradt feltétel, egyrészt a profi klubok létesítményfejlesztési támogatása, másrészt pedig a profi klubok működési támogatásáról döntés születhet, ott én abban biztos vagyok, hogy legalább 50%-os szinten jóvá fogja hagyni az unió, de mi természetesen tovább harcolunk a 70%-ért. Mindamellett megjegyzem, hogy ez nem olyan kardinális probléma, hiszen azok a profi klubok, amelyek rendelkeznek utánpótlás bázissal, akár saját gazdasági társaságként, akár alapítványként, amelyek szerződésben vannak, a mai nap is hozzá, nem mai, mai nap, július 1-től hozzáfoghatnak egy nagyon komoly létesítményfejlesztéshez is az utánpótlás ág jogosultsága alapján. Hiszen ahogy a törvény is tartalmazza, az utánpótlás klubok szabadon 70%-os támogatás intenzitással juthatnak hozzá létesítményfejlesztési forráshoz, és ez teljesen tisztán működik, piaci alapon bérbe adják, nem csak a saját profi egyesületüknek, hanem bármely más profi klubnak, aki abban a csarnokban, abban a stadionban játszhatja a mérkőzéseit. Az, hogy a biztonsági berendezések, belétető rendszerek, kamerák 70%-os támogatásához hozzájárult, az unióhoz nem meglepetés, hiszen a futballhuliganizmus olyan európai jelenség volt, amelynek a megoldását az unió is fontosnak tartja. Ugye többször elhangzott már, hogy miért nem nyitottunk más sportágak, például az olimpiai sportágak felé. Az a helyzet, tisztelt képviselőtársaim, hogy ha megnézzük a magyar sport vertikumát, akkor olyan sportágak, amelyeknek komoly tőkeabszorciós képességei lennének, nagyon hiány vannak. Tehát ez az öt látványcsapat sportág is már egy kicsit erőltetett, hiszen bármennyire is szeretjük és elismerjük a vízilabda nemzetközi sikerét, azért lássuk be, hogy a világon körülbelül 6 olyan ország van, akinek komoly ütőképes csapata van, és ha egy nemzeti bajnokságot megnézünk, akkor nem mondom, hogy nézők 10 000-eit csalogatja hétvégén az uszodákba az OB1. Ettől függetlenül nyilván nekünk magyaroknak ez fontos dolog, de miután a sportstratégia nevesítette ezt az 5 2007-ben került ugye elfogadásra, nevesítette ezt az 5 csapatsportágat, mint látványcsapatsportágat. Pontosan azért nevesítette őket látványcsapatsportágaknak, mert viszonylag nagy nézettséggel rendelkeznek, és viszonylag komoly bázist tudnak megmozgatni. Tehát azért nem látom most az értelmét annak, hogy kinyissuk a törvényt, mert túlságosan elapróznánk. Nincs kizárva az, tisztelt képviselőtársaim, hogy 3 év múlva, amikor meglátjuk, hogy hogyan működik az adótámogatási rendszer, meglátjuk, hogy költségvetés teherbíró képessége hogy alakul, hogy akkor újra napirendre veszük a törvény módosítását, és esetleg újabb sportágakat emelünk be ebbe a támogatotti körbe. Állami cégek támogatását hozta még elő Varga László képviselőtársam. Az állami cégek adókedvezményrendszerből kizárásra kerültek. Szerintem helyesen. Tehát én előterjesztőként végig azt az álláspontot képviseltem, hogy a többségi állami tulajdonú társaságokat ne emeljük be ebbe a rendszerbe, hiszen pont az a cél, hogy a piacon lévő gazdasági társaságokat tudjuk közelebb hozni a sporthoz. Hiszen ha ők az adókedvezményrendszeren keresztül belelátnak a sportvilágába, látják azt, hogy milyen reklám hordozó ereje, milyen közösségformáról ereje van egy-egy sportegyesületnek, akkor joggal bízhatunk, ja, és nem mellesleg látják azt, hogy letisztított, transzparens költségvetéssel rendelkeznek, tehát nincs meg az a kockázat benne, hogy valamilyen balhéba futnak bele támogatóként, akkor biztos vagyok abban, hogy szponzorként is meg fognak jelenni a piacon. Bóka István képviselőtársam egy nagyon fontos dologra hívta fel a figyelmet, mégpedig arra, hogy kifejezetten, és ugye ez is új az eredeti törvényjavaslathoz képest, kifejezetten ösztönző rendszerként raktuk bele azt, hogy az adó támogatás mértéke csökkenti az adó alapot.
Tehát egy 500 millió forint árbevétel alatti kisvállalkozás, ahol 10% a társasági nyereségadó, és ad mondjuk 10 millió forint adó támogatást, akkor 1 millió forint tisztán megmarad extra profit számára, amit már akadály nélkül például szponzori támogatásként visszafordíthat ugyanahoz, vagy egy másik egyesülethez. Hiszen azt ne felejtsük el, hogy az adótámogatás keretében nyújtott adóforintokból, vagy adóforintokért senki nem kérhet semmiféle megjelenést. Tehát ez nem szponzori támogatás, ez egy adókedvezményrendszer, amiért se reklámtáblát, se reklámfelületet nem kaphat az a vállalkozás. Tehát ilyen értelemben ezt transzparensen nem használhatja. Az is nagyon fontos, amit szintén Bóka István képviselőtársam mondott, hogy a szigorú ellenőrzés lesz a kulcs az egésznek. Igyekeztünk úgy végig gondolni a törvényjavaslat összeállítása során, hogy mik azok a kiskapuk, amelyek szóba kerülhetnek, és kifejezetten arra kértük az államtitkárságot, én személyesen is államtitkár urat, hogy amikor a kormányrendelet megszületik, amely ugye az egész rendszer működési feltételeit fogja meghatározni, akkor a lehető legnagyobb szigorral járjanak el. Nyilván azért került bele már a törvényjavaslatba is az, hogy nem lehet köztartozása annak a cégnek, aki kedvezményt szeretne kapni. Azért került bele az, hogy auditált mérleggel kell rendelkeznie. Én szeretném majd a végrehajtási rendeletbe bekerülne az, hogy csak munkaszerződéssel alkalmazott sportoló esetében, például a profi kluboknál, ugye ECHO alá tartozó sportolókat alkalmazhat, arculatátviteli szerződés, marketing szerződés ezben az esetben ugye kizárva, hogy próbáljuk meg legalizálni az összes pénzt, ami a sportvilágában forog. Mert amikor arról beszélünk, hogy a kormány ugye nagyvonalúan adó támogatási lehetőséget kínál a gazdasági társaságoknak, amelyet a sportra fordíthatnak, akkor ennek a kompenzációját is számoljuk a másik oldalon. A számításaink szerint 3-4 év alatt eljutunk arra a szintre, hogy az adótámogatás kiáramlásával azonos nagyságrendű költségvetési bevételek fognak ebből keletkezni. Hiszen letisztul a sportgazdálkodás, tehát azok a fekete pénzek, amelyek pillanatnyilag ugye elkerülik a költségvetést, azok legálissá válnak. Meg tudjuk mozgatni a szponzorációt, amelyen keresztül olyan plusz pénzek jönnek be a rendszerbe, amelyeknek megint van adótartalma, és a megerősödő klubok, gazdasági társaságok új munkahelyeket fognak teremteni, ahol pedig járulék fizetés fog keletkezni. Teljesen egyetértek Bóka István képviselőtársammal abban, hogy ezek után, ezzel az adótámogatási rendszerrel, hogy úgy mondjam, sik lesz az utánpótlásban dolgozni. Tehát ami a szívünk bánata volt eddig, hogy a olimpiai bajnokaink, világ Európa bajnokaink, vagy sikeres sportolóink nem mentek le utána a vízitelepre, nem mentek le az atlétikai egyesületbe, vagy éppen a labdarúgó egyesületbe, mert nem tudták őket megfizetni. Nem volt olyan szintű és színvonalú munka, ami az a nevüket adták volna. Ezzel az adótámogatási rendszerrel, egy professzionális utánpótlás képzéssel megteremtjük azt a lehetőséget, hogy ők is lemenjenek, és az aktív pályafutásuk befejezését követően ott kamatoztassák a gyerekek között a tudásukat, és példaképként ott állhassanak annak érdekében, hogy minél több gyerek menjen le a pályára. Így tudjuk elérni azt, amit Pál Béla képviselőtársam feszeget helyesen, hogy ne csak a versenysport erősödjék, hanem az utánpótlás nevelés mellett a szabadidősport is egyre nagyobb terepet kapjon, miután az utánpótlás nevelésnek a teljes kifutása az csak részben, az alapokhoz képest kis részben lesz az élsport alapja, a sokkal nagyobb részük az a szabadidősportba fog átáramlani, és ha ezeknek a gyerekeknek mindennapi életformájuk lesz a sport, akkor ezt felnőtt korukban is fogják gyakorolni. És végül egy utolsó szempont a hatályba lépés, amiről szintén Bóka István képviselőtársa beszélt, ugye július 1-e, és megemlítette a képviselő úr, hogy ha a kormányrendelet is ezzel egy időben elkészül, arra is gondoltunk, hogy ha esetleg abban bármi csúszás van, hogy az ellenőrző szervezet nem tudna július 1-ig felállni, akkor sincs gond, hiszen a törvényjavaslatban azért tettük be azt, hogy 2011. július 1-től minden költség elszámolható. Tehát ha nem is tudják még július 3-án benyújtani a cégek a támogatási igazolási kérelmüket, akkor is a július 1-től felmerülő költségeiket akár egy augusztusi támogatási igazolás kiadásával igénybe tudják venni. És még egy fontos szempont, hogy 3 évre előre odaadható az adótámogatás. Tehát ha van olyan gazdasági társaság, aki olyan
likvid forrásokkal rendelkezik, amivel egy-egy nagyobb beruházást ő előrehozottan szeretne támogatni, akkor megteheti azt, hogy a tárgyévet követő két évnek az adókedvezményét is egybe odaadja, hogy azzal a fejlesztés rövid távon megvalósulhasson, ő pedig majd három év alatt fogja leírni az adó támogatás mértékét. Tehát igyekeztünk valóban mindenre gondolni, nyilván maradhattak itt is, így is hiányosságok. Képviselőtársaim mostani felszólalásaiból is hangzott az, vagy visszaköszönt az, hogy még lehet néhány olyan ötlet és javaslat, amelyet érdemes lenne befogadni, mi erre nyitottak vagyunk. Azt szeretnénk, hogyha valóban a sporttámogatások terén egy történelmi lépés lehetne ennek az adótörvénynek az elfogadása. Ennek érdekében minden jó javaslatot örömmel fogunk befogadni. Köszönöm szépen a figyelmüket! Megköszönöm képviselő úrnak a vitában elhangzottakra adott részletes válaszát. Az általános vitát lezárom. Tisztelt Országgyűlés! Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat érkezett, a részletes vitára bocsátásra és a részletes vitára következő ülésünkön kerül sor. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az előadó művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályáról szóló 2008 évi 99-es törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. Elsimon László, Németh Zoltán, Puskás Imre, Fidesz képviselők önálló indítványát TPER 3358-as számon megismerhették. Most az előterjesztői expozíció következik. Megadom a szót Elsimon László képviselő úrnak, a napirendi pont előadójának 20 perces időkeretben. Öne a szó, képviselő úr. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! A hazai színház élet időről időre vitáktól hangos. A színházi szakma képviselői vitatkoznak már a harsányságról az 1950-es években, a Royal Shakespeare Company vendégjátéka kapcsán a hazai viszonyokról az 1970-es évek elején, a Nemzeti Színházról az 1980-as évek végén, a színházi kritikáról és az elmélet szerepéről az 1990-es évek közepén, a színházi struktúra átalakításáról az ezredfordulón, és legújabban a magyar színház gyávaságáról. Csak ezt az igen töredékes felsorolást tekintve a vita úgy tűnik lételeme a magyar színházi közegnek. Írja mindezt Imre Zoltán, az ELTE BTK összehasonlító irodalmi és kultúratudományi tanszékének oktatója, a Színház színpadra állításai című 2009-ben megjelent remek tanulmánykötetében. Az utóbbi hónapokban a 2008 végén elfogadott az előadóművészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 199. törvény módosítása kapcsán alakult ki mélyebb szakmai polémia, amelynek fókuszába természetesen nem esztétikai kérdések, nem a színház elméleti és gyakorlati szempontok egymáshoz való viszonya, hanem az intézményi kereteket, a társulati működést meghatározó pénzügyi, jogi környezet változása került, ám a szakma reakció is azt jelezték, hogy ez esetben is a színházi világ lényegéhez tartozó kérdésekről van szó. Imre Zoltán szerint a színházi vitákra, idézem, az a jellemző, hogy a megszólalók gyakran tesznek úgy, mintha az adott kérdésben előttük még nem hangzott volna el értelmes javaslat, és így a vitát gyakran csak ürügyül használják saját, kizárólagosnak tekintett nézetük kifejtéséhez. Dialógus hiányában a felvetett kérdéseket és problémákat nem igazán sikerül pontosan körüljárni és megnyugtató módon lezárni. A viták jellemző módon hirtelen fellángolnak, majd minden fontosabb konklúzió és a vitatárgyát érintő program kidolgozása nélkül egyszer csak elhalnak, idézet vége. Igaz ez a politikai vitákra is, ám a tisztelt ház előtt fekvő törvénytervezet előkészítésekor Puskás Imre és Németh Zoltán képviselőtársammal, valamint a kodifikációs munkát segítő Kriza Zsigmonddal együtt arra törekedtünk, hogy mind a színházi, zenei, táncos és mind a fenntartói szervezetekkel, valamint a szaktárca munkatársaival érdemi, alapos vitát folytassunk. Az előkészítő tárgyalásokon részt vettek az Előadóművészeti Irodának, a Magyar Színházi Társaságnak, a Magyar Teátrumi Társaságnak, a Szabadtéri Színházak Szövetségének, a Független Színházak Szövetségének, a Budapesti Színházak Egyesületének, a Fővárosi Színigazgatók Egyesületének, a Vidéki Színházigazgatók Egyesületének, a Magyar Rektori Konferenciának, a Színházi Dolgozók Szervezetének, a MASZK Országos Színház Egyesületnek,
a Gyermek és Ifjúsági Színházak Nemzetközi Szövetségének, az UNIMA Magyar Központjának, a Magyar Bálművészek Szövetségének, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézetnek, a Mozaik Művészegyesületnek, a Magyarországi Nemzetiségi Színházak Szövetségének, a Magyar Játékszíni Társaságnak, a Művészeti Szakszervezetek Szövetségének, a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének, a Magyar Táncművészek Szövetségének, a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének, a Magyar Zenei Tanácsnak, a Magyar Muzsikus Fórumnak, a Magyar Zeneszerzők Egyesületének, a Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft.-nek, Budapest Főváros Önkormányzatának, a Megyei Jogovárosok Szövetségének, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének, valamint a Magyar Falu Szövetségnek a munkatársai, képviselői. Az előkészítésben a kulturális tárca is részt vett, a végső szövegváltozat kormányzati jóváhagyással készült el. A 2008. decemberében elfogadott eredeti törvény módosítását a választási ígéreteinknek megfelelően, körültekintően készítettük tehát elő. A lehető legtöbb kérdésben figyelembe vettük mind a szakmai, mind a fenntartói szervezetek javaslatait. A törvény módosításának szükségességét az is alátámasztja, amit Hiller István korábbi miniszter mondott a Kulturális és Sajtóbizottság június 6-a ülésén, szerinte ugyanis az erődoműzeti törvény legnagyobb érdeme az volt, hogy elfogadták. Az erődoműzeti törvény létrejöttét valóban indokolta, hogy a területet érintő ágazati szintű törvényi szabályozás hiányzott, ugyanakkor a jelenleg hatályos jogszabás sem szakmai, sem fenntartói oldalról nem váltotta be hozzáfűzött reményeket. A törvénymódosítás tisztázza az állami szerepvállalás alapvető szempontjait, észszerűbb és átláthatóbbá teszi a közpénzek felhasználását az erődoműzeti területen. Meghatározza az állami és fenntartói felelősség mibenlétét, illetve az állami és fenntartói szerepvállalás korlátait, ezzel is védve a művészi szabadság elvét. Átalakítja az ágazati érdekegyeztetés struktúráját, újra definiálja az illetékes miniszter felelősségét. Megteremti a minőségbiztosítás megfelelő kereteit, a nemzeti kutatási értékek érvényesülésének lehetőségét, és korrigálja az intézményfinanszírozás egyoldalúságai, torzulásait. A törvény a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba, az erődoműzeti szervezetek támogatásával kapcsolatos része azonban csak az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának kihirdetését követően, és maguk a támogatások első alkalommal 2013-ban vehetők igénybe. Ez egyfelől garantálja, hogy a törvénymódosítás ne érintse az erődoműzeti szervezetek által igénybe vehető társasági adókedvezményt, másfelől tekintettel van az évadtervezés gyakorlati szempontjaira, ezzel is segítve az új támogatási rendszerre történő átállást. Tisztelt képviselőtársaim! Fontos kiemelnünk a törvényi módosítás legfontosabb elemeit. Módosulnak az ágazati érdekegyeztetés szabályai. Az erődoműzeti tanács helyett két új testülettípus jön létre, a Nemzeti Előadóművészeti Érdekegyeztető Tanács és az Előadóművészeti Bizottságok. A Nemzeti Előadóművészeti Érdekegyeztető Tanács érdekegyeztető fórumként fog szolgálni. Feladata az ágazati működés során jelentkező szakmai és fenntartói álláspontok megjelenítése, az állami és szakmai együttműködés megteremtése. A 22 tagú, 4 évre választandó érdekegyeztető tanácsba a nyilvántartásba vett előadóművészeti szervezetek és előadóművészeti szakmai érdekképviseleti szervezetek, az önkormányzatok, az előadóművészeti felsőoktatási intézmények, valamint a művészeti szakszervezetek delegálnak tagokat. 3 előadóművészeti bizottság jön létre, a színházművészeti, a zeneművészeti és a táncművészeti bizottság. Ezek a miniszter véleményező, javaslattevő és döntéselőkészítő testületei. A bizottságok tevékenysége nem érdekegyeztető jellegű, ezért azok tagjait a miniszter kéri fel az ágazat elismert képviselői, művészek és művészeti szakemberek köréből. Megszűnik a korábbi kategóriarendszer, fölösleges a jelenlegi 6 kategória, például a 3-asban egyetlen szervezet sem szerepel. A törvény innentől a normatív támogatásban részesülő és a pályázati úton támogatott szervezeteket különíti el. Ezek elhatárolásáról a miniszter dönt. A miniszter döntésében közvetlenül a bizottságok, közvetve az érdekegyeztető tanács állásfoglalásai segítik. A normatív támogatásban részesülő előadóművészeti szervezetek két fajtája, a nemzeti és a kiemelt szervezetek. A nemzeti szervezeteket az állam tartja fenn, vagy az állammal kötött közszolgáltatási szerződéssel rendelkeznek. A kiemelt szervezeteket önkormányzat tartja fenn, vagy önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződéssel rendelkeznek.
A törvényjavaslat mindkét szervezettípusra nézve további szakmai és foglalkoztatási követelményeket határoz meg. Például a gyakorlati tapasztalatok alapján számos helyen pontosítjuk az előadóművészeti területet érintő sajátos foglalkoztatási szabályokat, a szakirányi felsőfokú végzettséggel rendelkező művészek meghatározott arányú foglalkoztatása törvényileg meghatározott kritériumként jelenik meg a normatív támogatásban részesülő szervezeteknél. Megjegyzem, a szakmai szervezetek igényének megfelelően és kérésére. A nemzeti szervezetek esetében a tevékenységük során munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott művészeinek legalább 70%-a szakirányi felsőfokú végzettséggel kell rendelkezniük, a kiemelt szervezetek esetében ez 60%. A szakma kérésére ennek a bevezetését az átmeneti rendelkezésekben 2018-ig toljuk ki. A normatív támogatással nem rendelkező szervezetek pályázati úton juthatnak támogatáshoz. A pályázati forrásokból részesülő szervezetek támogatása rendeletben szervezet típusonként külön meghatározandó minőségbiztosítási rendszer épül. Ez azt jelenti, hogy például a korábbi vagy jelenlegi hatos kategóriába tartozó szervezetek, azaz az alternatív társulatok sem maradnak támogatás nélkül, de ezt pályázati úton meghatározott minőségi követelményeknek eleget téve kapják meg. Az alternatívok azon kérését, hogy a pályázat a színházaknak a delegáltja is bekerüljön a Nemzeti Előadóművészeti Érdekegyeztető Tanácsba, végül nem dolgoztuk be a törvényjavaslatba, mivel az érdekegyeztető tanács felállítása megelőzi a normatívan és pályázati úton támogatott színházak elkülönítését. Ugyanakkor a kérés fontosságát felismerve már most jelzem, hogy bizottsági módosítvány benyújtásával mégis meg szeretném találni annak a lehetőségét, hogy a független színházaknak is legyen képviselője a tanácsban. A művészeti támogatás és a működési támogatás elkülönül a jövőben egymástól. A művészeti támogatások és a működési támogatások eltérő támogatáspolitikai megfontolásai és megállapítási szempontjai alapján vagy okán a törvény kifejezetten tiltja a támogatások más célra történő felhasználását, átcsoportosítását. E rendelkezések gyakorlati alkalmazását segíti elő a támogatási célok fogalmának részletes kibontása. Tisztelt képviselőtársaim! A törvény szabályozza a fenntartóval működő, illetve a független előadóművészeti szervezetek részére nyújtható támogatások fajtáit és az igénybevétel, illetve felhasználás szabályait. A támogatás mértékének meghatározásakor kötelezően érvényesítendő szempontok mellett további ösztönzőként szolgáló szempontokat határoz meg, amelyek többlet támogatást eredményezhetnek. Ilyen például az adott szervezetek vendégelőadásai, határon túli és nemzetközi együttműködései, a helyi kulturális életben vagy a közoktatásban játszott szerepük. Fontos kiemelni ezen szempontok közül a kortárs és klasszikus magyar szerzők műveinek bemutatóit, amit a törvényjavaslat előremutató módon ösztönöz. Ennek jelentőségéről külön szeretnék szólni. A magyar dráma ügyét ugyanis úgy kívánjuk a törvénymódosítással felkarolni, hogy a művészeti szabadságot nem korlátozzuk, nem nevesítünk játszásra ajánlott szerzőket, pusztán ösztönözni szeretnénk, hogy minél több kiváló klasszikus és kortárs magyar színdarabot láthasson a hazai közönség. Idézet. A magyar dráma mégis, mintha nem volna sehol. És akik harcolni akarnak érte, mintha nem is volna mit számon tartaniuk. Németh László vélekedett így a Hajé miniszterelnök című remek írásában. Aktuális ez a gondolata, és úgy tűnik, a magyar drámairodalom egész történetét végigkíséri, a némi önsajnálattal és kisebb rendiségi érzéssel fűszerezett sikertelenség. Idézem. Nincs kételkednivalóm abban, hogy a drámaíró nemzedék közömbösítése elsősorban a színházi világ műve, beleértve az igazgatókat, a színészet nagy részét, a színházi kritika boszorkánykonyháit, majd a hivatalos színházi irányítás fejeseit, folytatja a galilei szerzője. Ma is van ilyen érzése a színházban járóknak és az íróknak egyaránt. Ezt akartuk orvosolni a módosítás megírásakor. Olyan jó volna, ha a színházcsinálók is minél szélesebb körben éreznék magukének a magyar dráma ügyét. Ha ma már nem lenne igaz, amit Németh László írt, aki szerint idézem megint, színészeink nem tudják, a színészoktatás az élet nem oltotta beléjük, hogy a klasszikusok eljátszása, de még egy Dürrenmatt, Miller bemutatása is fordítás. Egy másút már megalkotott játékot, szerepet ültetnek át több-kevesebb eredetiséggel magyar színpadra. De egy új, soha nem játszott hazai darabot győzelemre vinni, ez az igazi, sorsdöntő színészi feladat. Itt nyomulnak úgy, mint az író tehetségükkel az ismeretlenbe,
s ezzel adnak hozzá valamit nemzetünk művelődéséhez. Idézet vége. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! A törvénytervezet deklaráltan védi a művészeti élet szabadságát is. Az előadóművészeti szervezetek művészeti tevékenysége a jogszabályban rögzített vagy általuk vállalt kötelezettségeket túlmenően nem korlátozhat.